eigenlijk maar één grens over. En dat was de grens tussen Hongarije en Oostenrijk. En toch heeft dat de rest van zijn leven kennelijk zo'n impact op hem gehad. Dat hij vaak 's nachts wakker werd met nachtmerries. Mi megvédjük a határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Kerítést építettünk, és megállítottuk az illegális migránsok százezreit. Kultúránkat így eltapossák, vagy valahogy eltüntetik a mi kultúránkat, mint ahogy, mert ez nagyon egyedi mint a magyar. Németország. Minket állandóan idegen kultúrák próbáltak elfoglalni, hol törökök, hol habsburgok, hol oroszok, és most ne jöjjenek ide az arabok, vagy az afrikaiak, mert mi, ez a mi hazánk. Szeretnék, hogy a boldogak lennék az miért. Ik denk, als wij niet kunnen begrijpen waar die mensen dan precies bang voor zijn, daar geen antwoord op hebben, dat we het niet goed doen. I live in a European country and I like living there. The government is one thing, but the people is a whole other thing. So in my experience, the Hungarians themselves, they are not as the government are. Dus ze hebben van buiten het huis opgeknapt met EU-financiering. En hier is de afgelopen 40 jaar niks aan veranderd. Er is nog steeds geen gasleiding, geen elektriciteit. Hát a legnagyobb élmény szerintem benne az volt, amikor a legnagyobb tolvaj féltem. Helyben a legnagyobb tolvaj féltem, te szomszédban, falu, csecsemő. Szerintem utána szemben. Szerintem ez valami senki más. Nem? Most mondod el. Az, aki eddig ellopta, az attól félt, hogy más fogja ellopni. És akkor mondja nekem, hogy cím lesz ez. Our idea was that we would be able to avoid the construction of the monument by occupying the spot. We are not in the mainstream of the media, so yeah. We are really in the on the platform of the people. Yeah. So yeah, it's fresh and it's true. Yeah. Because the other is not true. That's the sad reality. Yeah, maybe.